Kedves nézőink, a hétvégén tartották Magyar Palánban a hagyományos kodálytábort. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. A Magyar Polányi Tájházban immár 11. alkalommal sikerült megrendezni a kodály szaktábort, elsősorban kik számára? Hát igen, nagy örömünkre újra sikerült megrendezni. Óvónők, pedagógusok, karnagyok, érdeklődők számára volt olyan év, amikor még felső oktatásból is részt vettek. Milyen témákat dolgoz fel ez a szaktábor? Alapvetően a kodályi örökség feldolgozása, megismertetése a cél. Eleve úgy jött létre, hogy a még élő kodály növendékek tartsák az előadásokat, és ez a mai, illetve a 11. szaktábor pedig egy kicsit kapcsolódik az aktuális területtémákhoz is, illetve minden szaktábornak megvan a maga aktualitása az adott év évfordulójához kötődve. A felépítése általában az óvodapedagógiától az alapfokú pedagógiáig, a karvezetőknek szóló programok, hagyományőrzés. Itt ez évben, mivel igen rövidre sikerült a tábor, ezért egy karvezetői kurzus, módszertani segítségadás és szaktanácsadónak szóló, illetve az országos szaktanácsadói hálózat vezetője Rápli Györgyi tart egy tájékoztatót interaktív foglalkozás keretében. Rápli Gyöngyi mellett kik voltak azok az előadók még, akik eljöttek, és tudásukat megosztották a többiekkel? Tulajdonképpen a tábornak mondhatnám a házi asszonyának és lelkének, dr. Kerekesné Pitelanit, aki évek óta részt vesz a táborban, és segítségemre van a szervezésben. Ő Kaposvárról jön, egy nagyon aktív és egy nagyszerű szakember. A másik most már visszatérő, nagyszerű előadónk, dr. Ordasi Péter tanár úr, aki tulajdonképpen jelenleg tanít Debrecenben és több helyen a felsőoktatásban, de a kodályi pedagógia egyik legnagyobb ismerője, és a Kardos tanár úr nyomdokain haladva a Kardos Pál Alapítványnak az egyik vezetője, valamint felesége Vas Irén, aki módszertan tanárként dolgozott az a Szegedi Főiskolán, és ő első kézből tudja számunkra a bemutató órákat bemutatni, elmondani, és szakmai tanáccsal segíteni a résztvevőket. Hogy veszik ezeket a szakmai részeket a pedagógusok, azok, akik eljöttek és tanulni kívánnak ugye az előadóktól? Mennyire nyitott ez az egész tábor? Abszolút nyitott, és volt a nyitottságra annyit, hogy valaki meghallotta, nem jelentkezett be előre, és valaki meghallotta, és tegnap este, késő délután megérkezett, nagy örömünkre, és tulajdonképpen bárki jöhet. Ha valaki hallja és az utcáról bejön, örömmel látjuk, vesszük, hogyha jön. Egyébként a pedagógusok nagyon örülnek, akik eljönnek, azok valószínű, hogy tudatosan jönnek, és minden alkalommal kifejezik, hogy itt annyi mindent tanulnak, és egy feltöltődés, szakmai feltöltődés jelent számukra, de a szomorúságunk az, hogy már 11. alkalommal szervezzük, az országból határon túlról is érkeznek, most jelenleg Oroszlányból, Csongrádról, Szentesről, Budapestről, Komlóról, Kaposvárról is itt vannak, és az ajkai körzetből jönnek. A szomorúságunk pedig az, hogy Veszprém megye nem csak az ajkai körzetből áll. És ez úgy gondolom, hogy nem csak az ajkai, Veszprém megyei ajkai körzetben dolgozóknak szól, hanem ebből mindenki tudna meríteni, hasznos, apró ötleteket hazavinni. Az, hogy ez a tábor itt Magyar Polányban 2,5 napig várja a résztvevőket, az érdeklődőket, az kiknek, kinek köszönhető?
Hát, mint ahogy első alkalomtól kezdve a Magyar Kodály Társaság, az Országos Magyar Kodály Társaság elnöksége teljes mellszélességgel mellettünk volt, és a szakmaiságot támogatta, szakmaiságával támogatta most is. Tulajdonképpen az ő segítségükkel adtuk be a pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és a Nemzeti Kulturális Alap lehetőségeinek mérten támogatta ezt a rendezvényt, illetve a résztvevők hozzájárulásából jöhetett ez létre.